Elült a zaj. A színpadra lépek, s az ajtónak dőlve hallgatom, miképp jelzik visszhang töredékek, hogy mit mivel az én századom. Szívemet az éjjel célba vette ezer látcső, némán rám mutat. Távusszasd el tőlem, ha lehetne, atyám, a keserű boharat. De megbékéltem ezzel a szereppel, szerettem makacs játékodat. De ezúttal mégiscsak ereszel, mert most más darabot játszanak. De nem változhat a végkifejlett, a cselekmény rendje megszabott. Minden farizeusságba derment. Végig kell élnem. Magam vagyok. Földes László Hobó az egész életét a versek között a versekkel töltötte. Hogyan emlékszik vissza a kezdetekre? Amikor én felnőttem a 60-as évek elején, akkor még nem volt zene. Egy úgynevezett beat zene, vagy rock, vagy blues egyáltalán nem volt, és én hát elég zűrös körülmények között nőttem fel, és a József Attilai költészetben találtam segítséget, de nem mi esztétikai örömet, hogy milyen szép versek, hanem egy bajba jutott ember, a József Attila üzenetét egy másik bajba jutott embernek, aki én voltam. Nekem ez mindent jelentett. Nem úgy olvastam a verseit, hogy milyen szépek, hanem hogy nekem mit adnak. Bizony nem voltam én sem az, akit a családfő kegyelnek, és időm sem volt az igaz. Kikönyörögöm a kegyelmet, és hát ez volt, hogy igazából korrigálnom kell egy kicsit a kérdést, mert nekem azért a zene fontosabb volt, és sose gondoltam volna, hogy verseket fogok megzenésíteni mindaddig, amíg aztán beletaláltam valamibe, amit nem lehetett kikerülni. Ez a 7. című József Attila vers volt, a Hobo Blues Band benne, tehát a gyerekkoromtól mondjuk 62-63-tól több mint 15 évvel később. De hát én addig nem voltam zenész, meg most sem vagyok egyébként. De aztán a dolgok összekeveredtek, mert lefordítottam egy csomó Rolling Stones, meg Doors, meg Bob Dylan számot, és azoknak irtozatos erejű szövegeik voltak, ami közelített a költészethez. Látszott, hogy ők egy bizonyos fajta ismeretanyagból, vagy műveltségből, vagy olvasottságból merítenek, mint ahogy a Jagger például az egyik kedvenc számomat, a Szimpátia az ördög, az egy Bulgakov írása, a Mester és Margarita inspirációjából írta, nem beszélve a Bob Dylan dolgokról, vagy a Morrisonnak ezek az őrületes amerikai halálvágy, meg indiánok, meg nem tudom, és emellett ment persze elsősorban József Attila, vagy Csavargó költészet, François Villon, vagy Faludi György, vagy Ellen Ginsberg, ezek nem tudom elmagyarázni, de mivel én irodalmat, meg történelmet is tanultam az egyetemen, és szövegíró voltam, mielőtt elkezdtem a Hobo Blues Bandben játszani, mellette tanítottam iskolába, és hobbiból játszottam, és lefordítottam azokat a dalokat, amelyek az előbb megemlítettem, amelyeken én fölnőttem, és magyarra. És úgy adtam őket elő, és akkor egyszer csak elfogytak. Közben találkoztam Póka Egonnal, aki beszállt a zenekarba, ő meg tudott szövegeket írni, amit én már írtam a P-Mobilnak, meg a nem tudom én, Siriusnak, a Kexnek, és akkor elkezdtünk saját dalokat írni, de a versek sosem maradtak ki, tehát a lemezeken mindig voltak versek, József Attila, Ginsberg, nem tudom már így fejből, mert ezek már a Tanács Köztársaság idején voltak olyan régen. Az igazi csapást az mérte rám, hogy egyszer Pécsről mentünk Kaposvárra koncertezni a zenekarral, és én mindig felhasználtam az összekötő szövegek lehetőségeit a koncertjeiken, a Hobo koncerteken, hogy volt, hogy Biblia idézeteket mondtam a számok között, hogy az MSZNP Központi Bizottságának május 1-i szavait, mit tudom én, a Gazember és a Szimpátia az ördöggel között, és így tovább, vagy Viont, vagy, és akkor egyszer, amikor a Dömörkapu szállóból mentünk át Kaposvárra, akkor József Attila idézeteket írtam a dalok közé, és amikor átértünk a Kilián György ifjúsági házból, játszottunk, akkor észrevettem, hogy ezekhez az idézetek közé nem kellenek Hobo Blues Band számok, hanem ez egy József Attila, és akkor kezdtem ezt,
Egyrészt, másrészt volt egy alapvető indítatásom azon a segítségen túl, amit a fiatalságon vagy a serdülőkoromban kaptam a nehéz körülmények között a József Attilától, hogy a Nagyon fáj című versben van egy ilyen rész, hogy a csecsemő is szenvedi, ha szül a nő, párosként egy hitet alázat, de én nekem, pénzhoz fájdalmas énekem, és hozzám szegődik a gyalázat. Ezt én 1980-ban az akkori kultúra és a zenei világban úgy éreztem, hogy ez én rólam szól, hiába írta a József Attila, csak én nem tudnám ilyen jól megírni. És mivel mindig is kötelességemnek tartottam, hogy amit kaptam, azt adjam át, ezért játszom mind a mai napig Rolling Stones vagy József Attilát. Nekem mind a kettő ugyanolyan fontos, és nem érdekel, hogy erről másoknak mi a véleményük. Ezért elhatároztam, hogy azt, ami nekem jelent, azt József Attila, azt továbbadom, és akkor innen már mentek tovább a dolgok, az Ellen Ginsberg, vagy Vion, vagy aztán Ady Endre, Csokonai, Pilinszky János, nem tudom őket felsorolni. Egyedül Brezsnyev verseit nem mondtam még, de most kaptam egyet. Oroszul, úgyhogy most fordítjuk. Kiderült, hogy Lonya azzal a gyönyörű szemöldökével nagyszerű költő volt, csak aztán a politikai karrier és a hősiesség az elrabolta. Hajlékony kígyó a mikrofonom, mint egy kobra kőrz a fejével. Rögtön megmar, amikor megfogom, míg meg nem halok, énekelnem kell. Hullánkod láttam, kígyó vagy, tudom, de mintha megbűvölt volna egészen. Nem énekelek, én is gűlöm a kígyót. Nem azok, mozdul is a merészel. A Rivalda fény a bordáimba hasít, a hőségben a lámpa megvakít. Arcomról patakzik a víz. Szakad, szakad, szakad. Olyan falánk, mint egy madár fióka, a hangokat a szájból kirángatja. Félek, hogy golyót küld a homlokomba, kezemet a gitárral behálózza. Ballamaim csak egyszerű skálák, de ha eltérek az őszinte hangtól, fájon arcomba vág a korbácsát. Kőszoborként áll a mikrofon. A Rivalda fény a bordán.